Nagy Márk vagyok a Szegárna Kft-től, és szeretném bemutatni a Basak 21-es traktort. Ez egy török gyártmány, Perkins motor, 4 hengeres, 4,4 literes motorral szerelt technika. És igen nagy hasmagasságot, tehát én jó 60 centis hasmagasságot enged a gépnek. A Basak traktorokra egyébként jellemző, hogy egyféle felszereltségük van, tehát itt az opciós lista nagyjából egy-két tételből áll csak. Itt ezen a gépen is láthatjuk, hogy első pótsúlyok, keréksúlyok is rajta vannak. Váltója egyébként egy olasz Carraro váltó, ez 24 plusz 24 sebességes, ez egyszerű szinkronváltó. Hátuljára térve itt vannak a függesztőkarok, torcsatlakozósak, ez olyan 4500 kg emelési képességgel rendelkezik a gép. Itt vannak oldalt a munkahengerek, 4 kihelyezett szeleppár van, hidraulikus harmadik pont, alapfölszereltség a gépen, illetve elektromosan a sárvédőről is vezérelhető a hidraulika rendszer. Itt a 2 plusz 1 vezetékes légfék. Maga a gép saját tömege az nagyjából 5 tonna. Ez még AdBlue nélküli technika, egy 120 literes üzemanyag tartálya rendelkezik. Itt láthatunk gyorsan egy kis adatlapot a gépről. Itt pótülést látok egyből. A fülkének van egy középső, egy B oszlopa is. Ez azért nagyon jó, hogy hátulról is nyitható az ablak, tehát vonuláskor ez szépen ki lehet nyitni, és át lehet szellőztetni vele a fülkét, anélkül, hogy ezt ehhez a klímát használnánk, beindítanánk. Maga a kormányoszlopot szépen a kezünkre lehet igazítani, tehát itt van egy pedál, azt megnyomva szépen tudom billenteni a kormányoszlopot. A kormány egyik oldalán van az irányváltó, ez kuplunggal működik, tehát ez egy szinkronos irányváltó, illetve van egy gyors-lassú fokozat, ami szintén kuplunggal működik, tehát egy ilyen előválasztókar. Itt lent, hogyha lenézünk, itt van egy 4-es váltó, az egy szinkronizált váltó, tehát így most, ahogy összenéztük, így 2x4 ez 8, 8 előre, 8 hátra, még akkor meg kell találnunk egy 3-as váltót, ami pedig itt van, 3 sebességes váltó lent, és akkor így jön össze a 24 előre, 24 hátra fokozat. Oldalt a konzolon láthatunk egy kézigázt, illetve itt van a függesztőkarok vezérlőpanelje, tehát az elektronikus vezérlőpanelje. Egyébként ez Husqvarna gyártmány, ez a Bosch csoport tagja. Itt a légféknek, a kompresszorának a légnyomását tudjuk nézni, ezzel a gombbal pedig kibe tudom kapcsolni a légféknek a kompresszorát. Tehát amennyiben nincsen szükség a légfékre, nem pótkocsizok, akkor itt egy gombnyomással ki tudom kapcsolni. Itt tudok villogót, ablaktörlő spritznit, illetve munkalámpákat kapcsolni, további munkalámpa kapcsolások. Ezek a fényhidak, amik megint alapfelszereltség ezen a gépen, tehát első-hátsó fényhidak fönn vannak a gépen. Itt van első hajtás, illetve diffizár. 4 kihelyezett szeleppár van ezeken a gépeken, tehát mint ahogy hátul is néztük, ezek mindig mechanikus vezérlésűek. Illetve tartozik a géphez egy ilyen kis pisztoly, ebben szépen belülről a fülkét ki lehet takarítani, tehát ez egy ilyen pneumatikus pisztoly. Itt hátul ülés mögött van egy csatlakozó, és oda lehet csatlakoztatni. A rádió az benne van alapfőszereltségként, illetve a webasztó digitális klíma. A TLT az 540 illetve 540E tudja, itt tudom kapcsolni, tehát ez mechanikus kapcsolású, illetve tudom állítani itt az ülés alatt beszállásnál. Néztük, tehát itt, hogy motorfordulatszám arányos, vagy menetsebesség arányos legyen. Szegeden akciós árakkal várjuk a kedves ügyfeleket. Nagyon szép színes műszerfala van a technikának. Beindítjuk akkor.
kézigáz rajta volt, tehát így szépen négy henger dolgozik. Kicsit megnézzük, hogy milyen a hangja. És amennyiben tetszik a gép, Szegeden a Szegána Kft-nél megvásárolható, kipróbálható. Köszönöm szépen a figyelmüket, nézzék meg többi videónkat is.